Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata? A második kérdést, hogyan érzi magát? És a harmadik kérdés, hogy mit fog tenni? Ez egy általános jóslás. De biztos vagyok abban, hogy valamit közöl veled is, hiszen nincsenek véletlenek. Ez nem véletlen, hogy pont most ezt a felvételt tekinted meg. De ha gondolod, akkor készíthetünk egy személyes jóslást is, vagy ezt a három kérdőjeleset, vagy egy másikat, a díja minden esetben, minden jóslásnál 4000 forint. És most megnézzük, hogy mit üzennek a kártyák. Az első kérdés az volt, hogy mi az ő gondolata. Itt a könyvekről van szó. Ez lehet a tudása, vagy az is lehet, hogy tervez valamit, és itt lesz iskolázás. Az is lehet, hogy egy könyvet szeretne írni, ezt megjelentetni, amit a könyvek még jelenthetnek, és ez kihathat a párkapcsolatra, hogy ő még zárkózott, vagy úgy gondolja, hogy te vagy zárkózott, és eltitkolsz előle valamit. A második kérdés, hogyan érzi magát? Itt a ház jelenti a biztonság érzetét, az otthont, a visszahúzódást, de azt is jelentheti, hogy arról álmodozik, hogy legyen egy közös otthon, vagy ki tudjatok együtt építeni valamit, az kihathat a munkára, a hivatásra is. És akkor itt lesz egy továbbképzés, vagy azt is jelenthetik a könyvek, hogy ő nem beszél nyíltan ezekről az álmokról. A harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. Itt megjelenik a ravasz róka, hát ez bizony kellemetlen. Ő úgy gondolja, hogy van valaki a te közeledben, aki figyelget titeket, egy hamis személy, vagy azt is jelentheti ez a ravasz róka, hogy az ő környezetében van ez a hamis személy. Én úgy gondolom, hogy szeretne közeledni hozzád, hiszen ki akar építeni veled valamit, vagy tervez egy közös otthont. De mivel ő úgy gondolja, hogy valaki figyelget benneteket, egy hamis személy, ezért ő még zárkózott. És az utolsó kártya azt jelenti, hogy mi fűz össze benneteket. Itt megvan a remény arra, hogy javuljanak a dolgok. Ez a kártya, ez lehet egy utazás is, hogy ő tervez veled egy közös otthont, ő tervez veled egy közös utazást. Ez az út, ez az utazás lehet egy lelki út is, hogy ilyen a kapcsolat köztetek, ő a te lelki társad, és te vagy az ő lelki társnője. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!